elmondták, hogy pokol meghaltak ilyen átmeneti ideig, és nagy megdöbbenés érte őket, hogy nem a mennybe mentek, hanem a pokolba kerültek, és akkor kaptak egy szerencs kegyelmet, mert a pokolba azért az Istennek van átlátása, tehát akit ideglenesen megengedi, hogy bemenjen egy-két órára a pokolba, vagy egy-két napra, annak van hatalma, hogy visszaszólítsa, és akkor biztos, hogy a pokolnak az angyala elengedi annak az embernek a szellemét és lelkét, és visszaengedi a testébe, de általában ezek az emberek nagyon megdöbbennek, mert azt hitték, hogy a mennybe fognak kerülni. Tehát nem olyan könnyű a mennybe kerülni, ezért kérdezik a tanítványok, hogy kicsoda üdvözül. Van olyan is, hogy éjszaka gyötrelem van, démonok elkezdik az ember gyötörni a külső énjét. Nem kell ettől megijedni, ez csak a külső énedet gyötri, lehet, hogy okoz álmatlanságot, de ilyenkor az a helyzet, hogy nem köteles végigaludni az ember, különösen nincs értelme, ha gyötrődik, akkor legjobb, hogyha megszakítja a kilódást, hogy most aludni akarok, legalábbis én ezt csinálom, akkor kénytelen vagyok imádkozni, bár sok esetben hát nem nagyon örülök annak, hogy még jobban szívesebben aludnék, de annyira olyan gyötrés van rajtam, hogy látom, hogy álmatlanságot okoz, mert pörgeti a külső énemet, és nem tud megnyugodni. Az alvás előtt ugye az a jó az elalvás előtt, hogy egy békesség száll rá az ember lelkére, és akkor nagyon könnyen el tud aludni. Nagyon gyakran elveszíti az Istennek a békességét, nem a te hibádból, hanem egyszerűen értsd meg, hogy vannak sátán emberei, meg van sok minden esemény olyan a Földön, ami lehet, hogy az érdeklődésedet lekötötte, és amikor fáradt a lelked és a szellemed, akkor ezekben az események mögött lévő gonosz szellemek intenzívebben elkezdenek gyötörni, vagy illetve nappal is ott voltak körülötted, csak amikor a lelked elernyed, akkor ezt a nyomást intenzívebben érzed, és jobban megvisel. Nappal, ha aktív vagy, kevésbé visel meg, de ugyanaz a teher rajtad van. De nagyon érdekes, hogy a nappali terhet gyakran éjjel tapasztalja meg az ember. Tapasztaltátok ezt? És nagyon nehezen tud elaludni az ember, mert itt a fejében van egy feszültség, ami a békességnek az ellentéte, hogy feszült a feje. Így gyakran a halántékba is lehet érezni. És ezt könnyen meg lehet oldani, ha imádkozol. Még egy dolgot vettem észre az imádkozással kapcsolatosan. Ha az ember megalázkodik Isten előtt, leborul, tudjátok mi a leborulás, hogy letérdel az ember, és a fejét lehajtja, és akkor így imádkozik. Az a tapasztalatom, hogy a fejemre több nagyobb védelem jön akkor, nem lehet mindig imádkozni állva. Még egy dolgot hadd mondjak ezzel gyakran, a nyelvvel küldik az emberek rá a démonokat. Most láttam egy, illetve hallottam egy új dolgot olyan módon, nem új dolog, de maga, hogy gyakorlatban ezt teszik, hogy teszik, talán ez inkább a módszer az új dolog, hogy egy francia pásztorra beszéltem, és ő mondta el, hogy hogyan küldi egy ilyen 32-es vagy 31. fokozatú nagymester, szabadkőmes nagymester a lányára a gonosz szellemeket éjszaka, és 3 órát tud csak aludni. Nem szabad minden szabadkőves mozgalommal azonosítani, most nem a szabadkőveseket akarom védelmezni, de van nyilván operatív része, amely társadalmi dolgokkal foglalkoznak, hogy az embereknek segíteni akarnak, stb. Hát meg voltak maga a magyar kultúrának a jeles képviselői is, ilyen operatív szabadkővesek, mint Adi, Kossuth Lajos, ezeket továbbra is én tisztelem. Tehát nem azt jelenti, hogy ezek rossz emberek voltak,
meg különösen abban az időben nyilvánvalóan, hogy a elnyomás meg a, mondjuk ki, a középkor sötétsége elleni harcban nagyon sokan azért szálltak bele ezekbe a szervezetekbe, mert látták, hogy csak így lehet győzelmet elérni. Persze voltak olyanok is, akik nem csak társadalmi célból, vagy társadalmi reformok, vagy társadalmi változtatás miatt léptek be. Most ne értsetek félre, hogy most engem mert azzal támogatjátok, hogy a szabadkövéseket támogatom, de ugye azért csak nem akarom, hogy mindenki azt gondolja, hogy minden szabadköves okkultizmussal foglalkozik.